csavargó külsejű! Isten hozta őket! Írgomborgom szette-vette teremtette! Eléjük, vágunk! A riadó autóval! Valdemár! Ébredj, csavargó külsejűek! A patkan, Valdemár, hallod? Hallom, de nem lehet ez valami sürgős ügy, mert akkor Gepárd Géza, azaz te, a saját lábadon közlekednél, és nem a riadóautót helyettesítő Vatkan Valdemáron, azaz rajtam. Ébresztő! Jó. Csak feltöltöm az akkumulátoromat. Az utóbbi időben kissé kemények a csigabigák. Az nem csiga, hanem kavics! Na elég! Jó napot, segíthetünk? Jó napot kívánok! Ne gyertek közelebb, sőt, menjetek nyugodtan arrébb, mert mindjárt letartóztatunk benneteket. Csak előbb rendbe hozzuk a riadó autót. Sok szerencsét hozzá! És fifirics! Ne ijedjetek meg, ha esetleg szirénát is használunk. A sapkám! Hí! Szirénfalvi szürkevarjú szeréna elég a napozásból munkára! Éppen most, amikor végre kisütött a nap! Ne vitatkozz! Kérjétek meg Rigó Rezsőt, majd ő szirénázik nektek! Ön nem elég félelmetes. Na jó. Négyes sebesség! Akkor recsegni fog a sebességváltó, előbb egyesbe tegyél. Na jó. Akkor egyes sebesség! Néna! Hát elég gyengén adod elő. Úgy szólsz, mint egy repett fazék. Akkor szirénázatok! Magatok! Nem, jaj! Isten ilyen csinálod. Még szélkiáltó Szidónián is bölömbik a balambéron is túlteszel. Egy kis fogyókúra jót tenne nektek, azaz, hogy nekem tenne jót. Mondtam, hogy ne egyetek folyton. A legutóbbi útóta legalább 5 kilót híztatok. Én aztán nem. Én szilfid vagyok. Nem szilfid vagy, hanem gepárd vagy. Mikor tanulod már meg? Szóval azt akarod mondani, hogy én híztam 5 kilót? Á, dehogy! Biztos szürkevarjú szeréna hízott 5 kilót. Én? 5 kilót? Amikor össze-vissza fél kiló vagyok. Ha, érdekes, akkor hány kiló lehettél, amikor 5 kilóval kevesebb voltál? Amikor nem létező 7 varjú voltam. Én ezt nem értem. Ha tovább folytatjátok, szándékosan defektet kapok. Világéletemben utáltam a számtant, és különben is fáradt vagyok. Na jó, akkor majd én viszlek egy kicsit benneteket. Nino! Mi az? Félrenyeltél? Őrült! Nem látod, hogy sziréna vagyok? Na jó, nem vitatkozunk! Le vagytok tartóztatva! Foglyokat nem szállít! A gépkocsi nem beszél! Mi az, hogy le vagyunk tartóztatva? Az azt jelenti, kérlek Aláson, az azt jelenti... Szóval, hogy le vagytok tartóztatva. Nagyszerű! Én még soha nem voltam letartóztatva! Csend! S ha szabadna tudnom, miért vagyunk letartóztatva?
Mert csavargó külsejűek vagytok. Hát hogy ne lennénk csavargó külsejűek, amikor tényleg csavargunk? Ajjaj. Ez nagyot változtat a tényálláson. Ezek tényleg csavarognak. Csak ő csavarog, én nem! Csend! Munkakerülés. Munkakerülők vagytok! Csak ő! Én rengeteget dolgoztam. Csend! Szóval akkor munkakerülésért képzelem! Van fogalmad róla, hogy mennyit dolgoztam? Na miért mit dolgoztál? Nézd csak az égre. Nézek. Mit látsz? Bárányfelhőket. Milyenek? Bodrosak. Na látod? Mi az, hogy na látod? Hát mit gondolsz, mitől olyan bodrosak? Mitől? Tényleg, mitől? Mivel, hogy kibodorítottam őket. Mivel, hogy én vagyok a bárányfelhő bodorító. Gyönyörűséges! Engem is kibodoríthatnál. Akkor csak ezt visszük el, mert ez nem dolgozott semmit. Dehogy nem, Mika Makának segítettem. Tényleg segített? Nézd csak, ott egy felhő. Olyan gócos, hogy még... Na, azt ő csinálta. Miért engedsz neki belekontárkodni? Na, hát az a legszebb. Az a kócos. Törzs őrmester úr! Főtörzs őrmester úr! Főtörzs őrmester úr! Volt egyszer egy lyukas zokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, s hegyke kék minden kékeskedtek rajta. De most már megöregedett. És mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan befeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozoga szekrény legrozogább fiókjára, legalján. Azért én szebb vagyok nálad, mondta a lyuk az oknak. Mi? Csodálkozott az okni. Még hogy szebb? Mitől vagy szebb? Mert átlátni rajtam, mondta a lyuk. Ugyan, oktatta az okni. Rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó. S nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat. És piszkos is vagy, folytatta a lyuk pittyet hányva az oktatásra. Én bezzeg soha nem piszkolódom be. Ezen az okni elgondolkodott. Na ugye, te is belátod. Nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy. Fogta magát, nőtt egyet, már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni. Teljesen tönkre teszel, siránkozott az okni. Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhat te. Fölényeskedett a lyuk, majd még nagyobbra nőtt. Jaj, megölsz, kiáltotta az okni, s ezzel a lyuk nagy pöffeszkedve akkorára nőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert ha az okni nincs, lyuk sincs. És most a nem létező lyuk siránkozhat a nem létező zokni után. Hát akkor további jó munkát, szerencsés bodorítást! Valdemár! Vatkan Valdemár! Bocsánat, utol kell érnem egy csigát! Tudod, mi ez? Te! Na de milyen tök? Nem tudom. Hát úri tök! Egyszer a tisztás széli egy meglehetősen kerek képű úri tök vigyorgott,
Nagy mester volt ebben a művészetben, Isten ilyen tudott vigyorogni. Ám ez nem túlságosan lényeges, már csak azért sem, mert a tisztás szélén a kecske reggelizett. A kecske? A kecske. Persze, ő sem túlságosan lényeges, de róla szeretnék mesélni. A mese kezdetén, azaz most, egy időben a nem túl mesteri úri több mesteri vigyorgásával, a kecske azt mondta, meg, meg. Nos, ez jelentette azt is, hogy milyen finom ez a friss réti csenkez, de egyúttal jelentette azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkez, unom. Nem tudom. Sajnos nem tudok kecskéül. Ez azonban most már sohasem derülhet ki. Már csak azért sem, mert az erdőből kilépett a ló. A ló? A ló. És jó hangosan azt mondta, nyihaha! A kecske felkapta a fejét. Egy darabig bámult a lóra, mint borjú az új kapora. Aztán olyan nem tudom formán széttárta az első két lábát. Majd azt mondta, meg, meg. A ló rázta a fejét, jelezvén, hogy nem értett ebből egy kukkot sem. Nyihaha, nyihaha, mondta a ló. Nos, ez jelenthette azt is, hogy jó napot, de esetleg azt is, hogy nem értem. Nem tudom. Sajnos nem tudok lóul, ami azonban a nagyobb pökkenő, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek egymáshoz. Nyihaha, nyihaha, próbálkozott a ló. Meg, 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 mondta a kecske. Jó lassan tagoltam, mondta, hát ha a ló megérti, de a ló nem értette. A kecske vakarni kezdte a feje búbján. A ló meg minden erejét összeszedve gondolkodni kezdett. Ettől még a szokásosnál is jobban ketté állt a füle. A ló felkapta a fejét. Eszébe jutott, hogy tud egy kicsit szamárul. I-o, i-o, mondta. A kiejtése ugyan nem volt tökéletes, de aki tudott szamárul, megérthette. A kecske azonban nem tudott szamárul. De felbuzdulván azon, hogy a ló idegen nyelveken beszélt, ő sem akart szégyenben maradni. Megszólalt tehát birkáú, azaz, ahogy az előkelőbbek mondják, juhul. Beeeeee! A ló azonban nem tudott birkául. Már-már úgy tűnt, hogy sohasem vergődnek zöld ágra. Ám ekkor az úritök észrevette a nyulat. A nyulat? A nyulat. És oda kiáltott neki úritökül. Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl, lévén, hogy a legokosabb állatok közé tartozik, rögtön megértette, miről is van szó, és hosszú, méltóság teljes léptekkel közeledett. Legszívesebben rohant volna, de hát nem méltó az ugrifüles futkározás egy ilyen okos állathoz. Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére, én minden nyelven beszélek. Ebben a mondatban egy kicsit belepirult, mert őzül éppen, hogy csak magogott valamit, és sárgarigóul, meg pacsirtául egy mokkot sem tudott. De azért helyes kis állatka volt, legalább belepirult, ha hazudott. Nyihaha, nyihaha, mondta a ló. Meg, kérdezte a kecske a nyula. A ló azt mondja, hogy meg. A kecske nagyon megörül. Meg. Nyiha, kérdezte most a ló a nyula. A kecske azt mondja, hogy nyihaha. A ló meg a kecske nagyon megörültek. Barátságosan lapogatták egymás lapockáján. Ezt a kecske unta meg előbb, karon fogta a nyula, a lovat, oda ballaktak az úritökhöz, és megették. Vajon jól fordítottam?
Tűnődött a nyúl, és a homlokát ráncolta. Szóval kitaláltuk, kezeljétek, vajon kitaláltuk, vagyok előtt találtuk, hogy kitaláltuk, hogy mi verszünk. Te meg mamint ti lesztek a döntőbírók! Miféle döntőbírók? Arról az, hogy kitaláltuk, hogy kitaláltuk, hogy becsináljuk! Én tőlem megszakadhattuk az ordibálásban! Addig úgy sem veszem le a kezemet a fülemről, amíg nem kezdtek el szépen és egyenként beszélni! Pont ez a fékezhetetlen agyvelejű! Pont azért! Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, ő itt a legnagyobb költő, és bármelyikünk nézszebben se tud költeni. Egy szóval, henceg! Még, hogy én hencegek! Hadd mondja végig a Rómó! Elhatároztuk hát, hogy költői versenyt rendezünk, és a végén te, meg Maminti, a zöld kicsi tündér, eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat. Természetesen az én versem! Jó, ezen nem újjon. Ki akar versenyezni? Jó, akkor vegyetek elő papírt és ceruzát. És elkészülni. Vigyázz! Kész! Tűz! Rajt! Kész vagyok! Halljuk! A múltkor Mika bakkával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy dömdödöm alászorult. A múltkor Mika makkával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy dömdödöm alászorult. Mi ez nem vers, kikérem magamnak! Hallod, Mika Maka, azt mondja, hogy ez nem vers! Kedves Lajos, ez tényleg nem vers! De hát miért nem vers, amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers? Hát... Mert... De miért? Hát... De miért? Mert... De miért? Csak! Akkor most én jövök! Kend a szobában lakik itt benne! Elég, ezt nem te írtad! Hát kicsoda? Ki az ördög írta volna? Itt van! Nézd meg a papírt! Hát nem az én írásom ez!
Jó, jó, de ezt már régen megírta Petőfi Sándor. Úgy van. Igen, igen, abban igen. Állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő. Így van. Igen, 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 igen. Ki az a Petőfi Sándor? Soha se hallottam a nevét. Tényleg? Elég szégyen, de a verset akkor is ő írta. Légy szíves, saját költeményt előadni. Így van. Na jó, tudok én mást is. Ide süssetek. Ej, kentyúka nyomja a kőit, bent lakik a szobában! Nem ezt mondod, csak kitekerde, és még rim sincs benne! Rimnek kell benne lenni? Hát igen! Bizony nem árt, de ne az anyám tyúkját mondjad, mert akárhogyan mondod, úgyis ráismerünk. Na jó, akkor nem az anyám tyúkját mondom! Apám tyúkja! Írta Bruckner Siegfried. Ej, tyúka Bómi a kőikben lakik a szobában! Így nem lehet szavalni! Hát, bizony nem. Jobb is, ha abba hagyod. Így csalással nem élsz meg. Így van. Ja, úgy van, úgy van, úgy van. Na, halljuk a következőt. A kortolanő. Legszebb állat az anakonda, de nem tudja azt a makonda, ha ráterelnék a macsordát, széttiporná az anakonda. Ugyan? Miféle vers ez? Ennyi erőből azt is mondhattad volna? Legszebb állat az anacsorda, de nem tudja ezt a macsorda. Ha ráterelnék a macsordát, széttiporná az anacsorda. Vagy azt is mondhatnád volna, hogy legszebb állat az anaménes, de nem tudja ezt a maménes. Ha ráterelnék a maménest, széttiporná az anaménest. Azt nem mondanád meg, hogy mi a csodát jelent az az anacsorda és az a anaménes. Ugyanazt, amit az anakonda, az a semmi. Ez az. Ja, így van. Az anakonda igenis egy állat. Ki ismeri? Senki! Nézd, nem ér! Nézzétek meg a természettudományi kis lexikonba! Kinek van természettudományi kis lexikonja? Senkinek! Ezen nem múljon! Csiribi, legyen itt egy csiriba, természettudományi kis lexikon, pricc, pracs, prucs. Hányadik betű az ABC-ben az A? Előről vagy hátulról számítva? Ott van az 59. oldalon. Anakonda, Eunectes murinus. Óriás kígyó áldozatát körülgyűrűzi, összeroppantja. Hát, legyen ez neked a legszebb állat. És van ilyen? Van. És elfogadjátok a versemet? Nem. Halljuk a következőt. Jó! Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz a tülök. De ha én elpüstülök, belőlem nem lesz tulok. Ja, az biztos, mert már most egy nagy tulok van. Még hogy elpüstülök. Elpüstülök a rühgéstől. Ki következik? Én egy egészen rövid verset írtam. Halljuk. Szerda ablakában csütörtök ül, és ordít csütörtök ül. Miért csütörtök ül ordít? Hát mert csütörtök. Ha péntek lenne, péntek ül ordítana.
Idegen nyelveket nem tud? Nem, ez egy műveletlen csütörtök. Elég, halljuk a romót. Riba retek mudró. Bálomböki bagufan! Bálomböki bigafun! Nem ér, egy hangot se értek belőle. Hát arról nem volt szó, hogy hottentottául is lehet verset írni. Na ezek tokját hottentotta, ez igenis magyarul van. Akkor én megeszem a fülem. Már meg is sózhatod. Elír, hadd mondja végig. Bálomböki bagufan, bálombökő bigafun, bulán bákő bögifan, a balumbaká bögöfin, bilambuka bágöfön, bilambaku bagáfön, bölömbika búgafan! Ez semmi, de gyerek is tud verset csinálni, ha ugyanez egyáltalán vers. Igenis vers, és nekem tetszik ez a bálomböki. És ha azt hiszed, hogy ilyen könnyű ilyen verset csinálni, rajta írj egyet. Nem is kell leírnom, kapásból is elmondhatom. Kómirelű kötyúarka, morile kötyül, kumarulni kutyél, kőmuraló kötyúír, kőmuraló kutyél, kumarulni kötyúír, kimerülő kutyaol! Na jó, de mi az, hogy kimerülő kutyaol? Kimerülhet egy zseblámpa elem, vagy egy hegymászó, de egy kutyaol? Hát esetleg elfárad. Miért ne fáradhatná el egy kutyaól? Például, ha a kutya nagyon nyomja belülről. Jó, rendben. De mégiscsak az én találmányom. Ez igaz. Ez igaz. Találmánynak nem rossz, csak versnek. Halljuk az utolsó versenyzőt. Dömdödöm, 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 dömdödöm. Nem ér! Akkor én meg azt mondom, hogy prampapam, prampapam, prampa, prampapam, prapam. Na, csak azért kiabálsz itt, mert nem tudod, mit jelent dömdödöm verse. Miért? Mit jelent? Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret. Engem is? Persze, téged név szerint is megemlített. Ilyen dömdödöm! Adjuk neki az első díjat! Adjuk! Te győztél! Majd kölcsönadhatod a krumpli főzelékembe! Dömdödöm! 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 Thank you.